Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy amerikai barangolás videó lesz. De most egy kicsit meg fogjuk spékelni, ugyanis van valami, amit meg kell mutatnom. Ezt. Ez egy ilyen lekaparós térkép, amit azért kértem, pont most a szülinapomra, nem most, de hogy szóval a szülinapomra kértem. Csak ragad még a két oldalról ragasztó kicsit a szélén, ami kilóg. Szóval én ezt kértem a szülinapomra, abból az indokból, hogy ugye ez egy világtérkép, és így rajta vannak a mindenféleségek. Mint látjátok, már lekapargattam, és ott van a lényeg még, a zászlók. És ezt azért kértem, hogy így mutass most. Szóval, azért kértem ezt a térképet, mert szeretem a vizuális dolgokat, és ez tök jól mutatja, hogy hány országból olvastam már a barangolások keretében. Úgyhogy azt csináltam, hogy miután felkerült erre a nagyon szép kis táblára, hogy lekapargattam azokat az országokat, amikből már készült barangolás rész, illetve Magyarországot, Nagy-Britanniát, meg Amerika egy részét, meg Ausztráliát, meg Kanadából is, mert ugye ezek ilyen angol területek, és jöhet például Kanada rohadt nagy, tehát lekapargattam azokat a részeket, amikből már olvastam, de még nincs belőle külön barangolás, illetve Amerikából végignéztem az összes amcsi szerzőt, akitől olvastam, és az államokat kapartam le, ahonnan már olvastam tutira, születési hely szerint. Ugyanezt csináltam Ausztráliával is, ott látható. Egyelőre majd nem tudom, ez később hogy fog változni. És igen, szóval ugye ma egy amerikai barangolásról lesz szó, mégpedig Mexikóról, két darab mexikói könyvről fogok kicsit beszélni. És azt találtam ki, hogy miután van ez a nagyon szép kis térképem, ezentúl azt fogom csinálni, hogy a felvételek elkészítésekor kaparom le az adott országot, szóval ideje, hogy Mexikó átfókuszál. Szóval ideje Mexikót lekaparnom, most már két szerzőtől is olvastam onnan, úgyhogy it is time. A lényeg, hogy itt van a két célszer számom hozzá, amivel le fogom tudni kaparni. Ez a kaparó, ez a kis seprű cucc hozzá volt a térképhez. És ezzel egy kicsit funabb, kicsit mókásabbak lesznek ezek a videók ezáltal szerintem, meg annyira tetszik, hogy így látom, föl van rakva a falamra, és így látom, hogy csak nem látszodok a kamerában mindegy, tehát így látom, hogy mit olvastam, vagy hát, hogy honnan. Illetve elárulom, az egyik zászlót véletlen félig lekapartam már, úgyhogy lehet a következő barangolás ahhoz az országhoz fog tartozni, mert zavar, hogy a zászlót lekapartam, de az ország nincs lekaparva. És ugye nem is jó, hogy lekapartam a zászlót, mert úgy csinálom, hogy lekaparom a területet, és hogyha van barangolás, lekaparom a zászlót. Vagy ha nem lesz barangolás, akkor is lekaparom a zászlót, mert hogyha amcsi könyv, akkor nyilván lekapartam. Úgyhogy most lekaparom Mexikót, és aztán rátérek a könyvekre. Na, ez a része kicsit nehezebb, mert nem betűrendben vannak itt az zászlók, és sose találom, amit keresek, szóval visítás, hogyha megtalálom. Tehát itt is van betű, itt is, itt van. Itt van Mexikó. Oké, én ezt nem gondoltam át, hogy ez egy baromi nehéz tábla lesz, és nehéz mozgatni. Mindegy, azért megpróbáltam fölvenni. Szóval most már ott van Mexikó, hát ott van. Szépen le van kaparva, illetve
A zászlóját nem mutatom külön, mert az nagyon lent van. No, nem tudom most úgy felrakni, hogy látszódjon, szóval ez a megoldás marad, majd kitalálok valamit. Szóval beszéljünk akkor arról a két könyvről, amit mexikói szerzőtől olvastam. Az egyikről már hallhattatok a csatornán, ez ugyanis Guillermo del Toro-tól és Cornelia Funk-tól volt a Pan's Labyrinth, ami a filmnek az volt a címe, hogy a Faun labirintusa magyarul, ez ugye egy filmből készült könyv, nem pedig fordítva. És ugye ehhez elmondtam, hogy ez nekem annyira nem jött át, igazából egy ilyen háborús időben játszódik, és egy kislányt követünk, aki megtalálja ezt a faunt, és ilyen próbatételeket kell kiállnia, hogy visszatérhessen az alvilágba, mert hogy ilyen reinkarnációs hercegnő szerűséges a sztori, és elég dark, és nekem nem jött be, tehát egy 6 órás hangoskönyv volt a hangoskönyv verziója, olyan 6 óra volt. Hát, én nagyon untam. És megnéztem a filmet is, azt is eléggé untam, de a film javára írom, hogy az csak 2 óra volt, de egyébként Oscar-díjas film is, tehát... De szóval nekem ez nem jött be, és nem akartam úgy barangolást csinálni, hogy csak erről az egy könyvről beszélek, mert ez így nem... Szóval ez így nekem nem tűnt olyan jónak, hogy oké, szóval olvastam Mexikóból, nem tetszett a könyv. És ezért utána néztem egy másik könyvnek is, az viszont nagyon tetszett. Silvia Moreno Garciától olvastam el, hallgattam ki a The Beautiful Ones című könyvet. Ettől az írónőtől a Gods of Jaden Shadow, talán mi az a Jádeisten, Árnyisten, illetve a Mexican Gothic, ami még ismerős lehet. Én eredetileg tőle a Mexican Gothicot akartam elolvasni, de egy nem volt fönn scriptben, kettő nem tetszik a magyar borítója, ezért nem vettem meg. És nem merek Budapóról rendelni mostanában nagyon. Viszont úgy voltam vele, hogy ez is az ő könyve, úgy egész jónak tűnt, úgyhogy elolvastam. Nem tudtam egyáltalán mire számítsak egyébként, azt tudtam, hogy van benne egy kis ilyen fantazi, hogy is hívják, telekinézises dolgok voltak benne, ez bele volt írva, de hogy így nem tudtam, hogy alapvetően mire számítsak. Ez a regény egyébként történelmi fikció, még nincs lefordítva magyarra, de remélem lefogják, mert nekem nagyon tetszett. Kicsit feltem tőle, mert valami 12 és fél órás hangos könyv, és annyira nem szeretek hosszú hangos könyveket hallgatni, mert könnyű elveszni bennük a sztoriban. De nem így történt. Ez egy romantikus történelmi fantasy egyébként. És a lényeg az, hogy 3 nézőpont karakterünk van, Valerie, Hector és Nina. És ez nem egy, hát szó-szó szerelmi háromszög, de úgy jól van megírva, tehát nem volt vele bajom, meg nem az idegesítő fajta, tehát ez ilyen ármánykodósos volt. Illetve a 3-ból az egyik karakterről egyértelmű volt, hogy egy rohadék és utálni kell, tehát ez így könnyű volt. Ninát bevezetik a társaság életbe, és nyilván ugye az lenne a lényeg, hogy férjet fogjon, és így ismerkedik meg Hectorral, de Hector és Valerie a múltból ismerik egymást, ami némi bonyodalmat ad az ügyhöz, és ebből kerekedik ki ez az egész történet. Mindeközben pedig Hector egy ilyen nagy showman, mert ő neki nagyon erős telekinetikus képességei vannak, tehát ő nagyon jól tudja a tárgyakat irányítani, viszont Ninának is van ilyen képessége, és ez igazából egy elég vad, mert ő annyira nem tudja irányítani, de Hectortól közben vesz majd leckéket is, hogy ezt irányítsa. És hogy ezzel a 3 szereplővel történnek a dolgok, és itt mennek benne az ilyen kis cselszövések, kialakulnak a romantikus szálak, mindezt egy történelmi környezetben, ami valamilyen Franciaország-szerű lehetett. Nagyon örültem, hogy hangos könyvbe hallgattam, mert a franciás neveket nem tudtam volna kiejteni. Így megtudom, hogy kell őket nagyjából. És egy nagyon izgalmas és nagyon szépen megírt könyv ez, tehát egyrészt szerintem a narrátora is a hangos könyvnek baromi jó választás volt, mert annyira gyönyörűen olvasta föl a dolgokat, olyan hangulathoz illő hangja volt, ilyen sejmes, misztikus, merengő, nem tudom, hogy írjam le, de hogy így csillagos ötös, tehát szuper volt a felolvasása, mert abszolút tükrözte a hangos könyvet, tehát a könyvnek a hangulatát, ráadásul nagyon-nagyon szépen ír. Ez nem sokszor szokott nekem átjönni, hogyha valaki tényleg szépen ír, de mint a Medve és Csalogánynál hangos könyvben, most ennek a hangos könyvnek is a hallgatása során átjött, hogy baromi szépen van ez a könyv megírva, tehát
és nagyon dallamosan olvasták fel, nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy végül beadtam a derekam egy második mexikói barangolásra, úgymond, mert ez abszolút megérte, és tényleg nagyon remélem, hogy le fogják fordítani magyarra, mert egy nagyon-nagyon szép, és a romantikus része is pont megfelelő mennyiségű volt, pont ez nagyon nekem találták ki ezt a könyvet, úgyhogy örülök, hogy végül ezt választottam. Nagyon jó volt. Nagyon-nagyon örülök, hogy elolvastam. Volt egy pont benne, amikor nagyon izgultam, hogy mi fog történni, mert akkor így az idegeimet őrölték. Hú, és ott sajnáltam, hogy nincs meg fizikaiban, mert amikor fizikai könyvet olvasok, és valami olyan történik, ami miatt nagyon izgulok, és ideges vagyok, és nem bírok olvasni, mert nem tudom, mi fog történni, és félek, akkor előre lapozok, elolvasom, mi történik, és megnyugszok, és vissza, és folytatom. És itt ezt nem tudtam megcsinálni, és ez hihetetlen módon irritált egy ponton, de minden megoldódott, és jó lett, és nagyon tetszett, úgyhogy ez egy nagyon jó barangolás volt egyébként, szóval ennek nagyon örülök. És még a táblácskámat is meg tudtam mutatni. Szóval ez lett volna akkor a Barangolás Amerikában mexikói epizód. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!